Árnyékjelentést készít az RMDSZ a regionális vagy kisebbségi nyelvek hiányos alkalmazásáról. Ezzel tükröt szeretnének állítani Románia hivatalos jelentésével szemben, bemutatva az Európa Tanácsnak az eltiport kisebbségi jogokat. A szövetség kötelességének érzi felhívni az Európa Tanács, valamint a közvélemény figyelmét, hogy Romániában a kisebbségek legtöbb nyelvi joga csak papíron létezik. Hiányoznak a kétnyelvű táblák, az oktatásban az anyanyelv gyatrán használható, úgy szintén a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban, a kulturális, gazdasági és szociális élet, sőt még a külkapcsolatok terén is. Meg kell várnunk, ameddig a román hivatalos jelentés elkészülésbe mutatásra kerül, mert arra mindenképpen reflektálnunk kell az ott leírtakra. Kiemeltük azt egyébként, hogy az igazságügy terén van nagyon sok probléma, a gazdasági élet terén van nagyon sok probléma, és még a közigazgatásban is, ott, ahol egyébként törvényileg jogunk lenne, az alkalmazás terén számos gond van. A problémák megoldására két irányba kellene elmozdulni, mondta el Markó Attila, folyamatosan felhívni az intézmények figyelmét a kisebbségi jogok betartására és bátorítani az embereket, hogy anyanyelven forduljanak ezekhez. Egyébként Románia hivatalos jelentése október óta közel fél évet csúszott már. Ennek végleges megjelenése után tárná fel az RMDSZ az árnyék jelentést.